Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás október 22-én. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei. Erre most kivetem a kártyát. A második kérdés pedig az lenne, hogy milyenek az érzelmei, mibe pillantunk most az ő érzelmi világába. A harmadik kérdés pedig az lenne, hogy mit közöl veletek, milyen lépéseket tesz irányotokba. Ehhez jön egy napi kártya a csokis kártyacsomagból. Az első kérdés az volt, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei. Itt vidámságról van szó, ez lehet egy ünnepség, egy meghívás, kapcsolatok. A hármas szám arra utal, hogy ő keres egy kiutat, keres új kapcsolatokat. Ez nem jelenti azt, hogy van egy új barátnője, hanem ez lehet egy családi kapcsolat, vagy egy munkahelyi összejövetel, és amit velem ez a kártya közöl, hogy az egyik hölgy az benneteket szimbolizál. A második kérdés az volt, milyenek az érzelmei, a négyes szám a biztonság érzésére utal, és a kép mutatja azt, hogy ti várakoztok, hogy ő jelentkezzen, a papagáj a beszélgetéseket szimbolizálja. Az lehet, hogy ő most még megvárakoztat benneteket, de a harmadik kép mutatja a közeledést, és a kezében van ez a kehely, és a szimbolizálja a víz elemét, tehát az érzelmeket. Ő nyitott a párkapcsolatra, ő nyitott az érzelmekre, az a vágya, hogy legyen köztetek egy beszélgetés, és ez a vidámság, a napi kártya az élet örömöt jelenti. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom október 22-én a napi energia, de ha úgy gondoljátok, megnézhetitek a régi felvételeket is, és ha ez összhangban van az érzéseitekkel, az intuíciótokkal, akkor az mindig aktuális. Ez a felvétel egy általános jóslás volt, de megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást álnéven, ez egy videó felvétel. A díjam 3500 forint, asztrológiával kiegészítve 8500. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!